Kedves nézőink, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára nyilatkozott a televíziónak és a rádiónak. A riporter András. Szeretettel köszöntöm Kádár elvtársat a tévénézők és a rádióhallgatók nevében. Mindig nagy öröm, hogyha itt a stúdiónkban üdvözölhetjük. Kezdjük talán külpolitikával, hiszen az embereket rendkívül érdekli a nemzetközi politika. Tudják, hogy a sorsuk ettől is függ. Hát én sajnos olyan beosztásban dolgozom, rengeteget kell nemzetközi üggyel foglalkozni, ez természetes és szükségszerű. Nem is panaszként említem. Közelmúlt napokban is voltak nemzetközi találkozóim, ahol hát súllyal jellemezhető nyugati politikusok véleményét ismertem meg, akik azt vetették föl, hogy most pillanatnyilag az Egyesült Államok vezetésének bizonyos nehézségei mutatkoznak, hogy vajon a Szovjetunió nem akarja-e ezt a maga előnyére kiaknázni bármilyen formában, akár olyan formában is, hogy nem hajlandó tárgyalni. És hát én ugye nyugatival beszélgetve, én mással nem tudtam konzultálni, de mély meggyőződéssel mondtam, hogy nem. A szovjet vezetés részéről a kérdések megközelítése teljesen felelős, és csak az ügyet nézik, és nem a maguk számára akarnak előnyöket szerezni. 30 évvel ezelőtt még több aggodalomra adott okot a nemzetközi helyzet talán, mint ma. És itt hazánkban súlyos társadalmi válságot kellett megoldani. Miként ítéli meg Kádár elvtárs ma az akkori helyzetet? Igen. Hát én életkoromnál fogva is ahhoz a korosztályhoz tartozok, amelyik jelen volt a 30 évvel ezelőtti eseményekben. És a helyzetem olyan volt, hogy akkor is kellett nyilatkoznom, hogy milyennek ítélem meg a helyzetet. Ez nyilvánosan hangzott el. Az én nézetem ugyanaz, amit akkor hangoztattam ezekről az eseményekről. De azért hozzá kell tennem azt, hogy a 30 év nincs messzi nagyon. De azért ez mégis, ez már történelem. Az elmúlott, ami 1956-ban. A világhelyzet is módosult, és a mi országunkban is megváltozott a helyzet ahhoz képest. Mostanában, nem egészen a mi szándékunk szerint, sok szó esik 1956-ról. Hát ez persze olyan forrásból ered, ahol nem különösképpen szeretik a szocialista társadalmi rendszer. A kommunistákról nem is beszél. És valamilyen kampányt indítottak, úgymond az események rehabilitása céljából. Úgy tűnik nekem. Valami a valóságban akkor történt, azt szeretnék a lényegéből kifordítani. És megfordítani. Ezért kapott nagy sajtót. Ez a 30. évforduló nyugaton. És mivel itt nálunk is bizonyos hangulatkelt és ilyen értelemben volt, hát a mi embereinknek is be kellett szállni, és ennél fogva most az emberek újra olvashattak 1956-ról annyit, amennyit csak elbírtak olvasni. Az előidező okok fel vannak szépen sorolva. Ugye azok a rendkívül súlyos következményekkel járó torzulások, amelyek a szocialista építés menetében Rákosi féle vezetés hibájából előállott. Az a forrása az eseményeknek, ami a revizionista irányzat következtében előállott, eszmei zavar és egyebek. Mindjárt megjegyzem, hogy ez a revizionizmus, mert ott is valami rehabilitációs kísérletet látok. Az eljutott az osztály és a hazárulás pontjáig is az események sodrába. Aztán a hazai ellenség. Szocialista aránylag fiatal rendszer volt, még itt éltek emberek nem kis számban, akik szembeálltak a szocialista társadalmi rendszer, és végül az imperialista kör.
Hát nem olyan régében találkoztam egy nyugati újságíróval, aki ilyen számomra érdekes módon tette föl a kérdést, ugyan ezt majdnem, hogy hát mi a véleménye ma az 56-os eseményekről. Ön ma is azt vallja, hogy az a nyugati imperialisták beavatkozása, a CIA aknamunkája következtében állott, vagy mi ma a nézet? Hát mondtam neki, hogy a kérdés volt, és megkönnyíti a dolgomat. Ez egy bonyolult események volt. Volt fegyveres ellenforradalmi fölkelés is az események összetevői között is. Elsősorban ez volt, amit én itt nem akarok részletet, hogy hogy és miképp bizonyítható, mert ha lerohanják szervezett csapatok, a fegyverraktárokat, kifosztják, aztán lerohanják a börtönöket, és ott minden közösséges bűnözőt szabadon engedik, fegyvert nyomnak a markába, és szabadságharcosnak nevezik, hát akkor mi az, ha nem ellenforradalmi fölkelés, és gyilkolnak tömegesen, utcákon minden olyan embert, akiről úgy tartják, hogy az a gyanúk, hogy a rendszer hív. Na, aztán voltak megbántott emberek, akik hát ettől a sírlettől veszettetve sodródtak az események menetében, elégedetlenkedtek, ennek hangot adtak, és így egy ilyen, vagy úgy mondjam, vegyes összetételű eseményhalmazattal van dolgunk, amit soha nem lehet összekeverni és egybe belegyömöszölni. Hát innen következik például a mi politikai föllépésünk, akik akkor hát a leghatározottabban a fegyveres ellenforradalmi felkelés leveréséért harcoltunk és dolgoztunk. Egy olyasfajta politikai föllépéssel, hogy azt mondottuk, hogy aki az események sodrába bekeveredett valamiféle eseményben, megmozdulásban jobbra és balra, de bűncselekmény nem terheli, gyilkosságot nem követett el, minket nem érdekel az, hogy melyik évben mit mondott. Fátyolt rá. Minket az érdekel, hogy hogyan viszonyul az ország törvényes rendjének helyreállításához. Úgyhogy ez egy bonyolult eseménysorozat volt, és abból kikeveredni se volt olyan nagyon egyszerű, mert a legnagyobb probléma az események során előállott eszmei zűrzavar, és a tömegek megtévesztése volt, akik egyszerűen nem tudták már lassan, hogy itt mi történik az országon. Elfelejti sok ember, hogy Magyarországon nem 10 vagy 12 napos krízis volt, ami 56 októberi napokra korlátozik, hanem itt 53 nyarától nyílt politikai krízis volt éveken keresztül, ahol egy szektás irányzat nyomult előre, 6 hónaponként változott az irányzék, hol egy revizionista irányzat nyomakodott előre, a hibák ismertek voltak, a nép nem látta a komoly szándékot, hogy a hibákat kijavítsa, elkeseredett és összezavarodott. Ez is hozzátartozik 56. októberének történetéhez. És természetesen a mi számunkra az első feladat volt ezt az eszmei zűrzavart felszámolni, hogy mindenki megtalálja az igazi helyét, ahol az ő igazi helye van, és ne olyan oldalra sodrodjon, ahova talán nem is akart kerülni. Ez első számú feladat. Na tessék, jusson szóhoz ön is. Ön, mint ennek a korszaknak a névadója, ennek a 30 esztendőnek, amelynek az ívét ma már az egész világon mindenki elismeri. Ez egy történelmi mű. Hogyan értékeli azt, ahogyan 56-ból kimászva ide jutottunk 30 év alatt? Mint a legilletékesebb. Igen, hát kérem szépen, a névadó címhez én nem ragaszkodok. Csak hogy mondom. Saját kezdeményezés. Kérem szépen, itt sok mindenről lehetne és kellene szólni. Ha én eredményekről beszélek, ezt elsősorban talán azok értik meg, az idősebb korosztály, aki már élt akkor, és eligazodott valamilyen az eseményekkel. Az itt előállott helyzetnek sok minden más között az egyik jellemzője a teljes anarchia és a társadalom szervezet elejének bomlása. És elsősorban ezt kellett megszüntetni. És helyreállítani az országban a törvényes rendet. Hát azt is tudják, hogy annak előtte itt különböző hibák voltak,
És mikor azt mondom, hogy helyreállítani a törvényes rendet, akkor mi úgy is kiszoktuk ezt fejezni, legalábbis én, hogy ez azt jelenti, hogy aki a törvényeket tiszteletbe tartja, az élvezze az állam teljes védelmét, és nyugodtan éljen. Soha semmi bántódása nem lesz. Aki viszont a törvényeket megsérti, az tartson tőle, hogy felelősségre vonja, és meg fogják érte büntetni. És a miénk megvihennek, hogy utaznak, de ezért hova talán, most úgy kell mondani, hogy háromszor is örülnek össze, amikor tervezgetik az utat, hogy hova akarnak menni, és mi kép, és mi bűl, persze, mert pénzbe is kerül. Azt, amikor ott vannak, és azt, amikor hazaérkeznek, és most már a nyugati misztikum is eltűnt a magyar köztudatból, hogy ott nem tudom, miféle paradicsomi állapotok vannak. Észreveszik a munkanélküliséget is, és az egyéb problémákat, amelyek ott vannak. És talán harmadszor ül a legjobb, amikor megint itthon van. Mert azért itt szociális biztonság van, és az élet elemi föltételi, az minden magyar állampolgár számára biztosítva van. Hát mindenféle kifejezéseket használnak, hogy ez miért sikerült nekünk. Ugye mondanak olyasmiket is, hogy kapitalista módszereket alkalmazunk. Hát én persze nagyon jól megértem, hogy egy szóvivő kapitalista államférfi nem mondhatja azt, mert talán azokon vennék tőle, hogy lám, milyen életerős ez a szocialista rendszer, hogy milyen gödörből ki tudott kapaszkodni, és hogy fejlődött. És hát még elnézést kérek öntől a hivatása miatt, hát az ő publicisztái sem engedhetik meg maguknak ezt a luxust, hogy ezt mondják, hát odaragasztotta, hogy kapitalista módszerek. Hát ezeknek persze semmi közük nincs a kapitalista módszerekhez, mert én azt mondom, hogy nyereséggel kell termelni, én állítom, hogy ez egy szocialista társadalmi rendszeren belül egy termelő egységre még szigorúbb követelmény kell, hogy legyen, mint a kapitalista viszonyok között. Mert a szocialista társadalom is csak akkor boldogul. Tehát kapitalista módszereket alkalmaz. Aztán még olyasmiket is mondtak, hogy mi tulajdonképpen a fölkelők követeléseit valósítjuk meg, azért boldog. Ezek mind hamis talkok. Ez fordítva volt. Én emlékszem egy dologra. Ott egy Horthy Miklós nevű neves történelmi figura, akit hát a proletár diktatúrát külső fegyveres erővel leverő antant hatalmak raktak az ország nyakára. Ez egy fasiszta államvezető volt. Ez aztán persze a második világháború sodrásába innen elsöprődött, és végül is Portugáliába élt. Emigrációba magas életkort élt meg, és meg az 56 októberét is megélte. 57 januárjában halt meg. Igen, megélte. Egyesek szerint ő is az izgalmakba halt be, mert már csomagolni később azt hitt, hogy hazamegy, aztán kiderült, hogy nem megy haza. Így van. Ez az ember írt egy emlékiratot. Ott Portugália, tehát nem a mi befolyásunk alatt. És én nekem a kezembe került ez az emlékirat magyar kiadásba, ott kint csinálták. És néztem az első oldalt, ahol az első fejezet címe így nézett ki. Római egy ellenforradalom. Na, ez a Horthy még legalább ellenforradalom nevezi az ellenforradalmat, amit csinált. Ez mostanában kiment a divatból. Most mindent forradalomnak neveznek. De ez nem így volt. A krízis idén, az 53 és 56 között. Hát senki sem mondta, hogy állítsuk vissza a kapitalizmust. Döntsük meg a népi hatalmat. Számoljuk fel a szocialista vívmányokat, a földreformot és így tovább, mert azért ott is van éjszám a túloldalon. Hanem előre tudtak a revizionista cégtáblákat. Még olyat is hallottam, mikor azt mondták, hogy én az SKP 20. kongresszusa, még javítsuk ki a hibákat, és így tovább. Hát ezzel egyet lehet érteni, hogy javítsuk ki a hibákat, de ők nem javították a hibákat, hanem azt mondták, hogy most egy végválság helyzetébe taszították. És a hibákat mi javítottuk ki, mert azokat tényleg ki kellett javítani, mert mi a korábbi gyakorlatban. Na mostan, hát ilyesmiket mondanak, aztán van még valami. Hát mindenki idézi föl ezt az 56-et, mindjárt eszembe jut. Miért kellett nekünk akkor gyorsan cselekedni, és határozottan, és azonnal is gyorsan a cselekvés terére lép? Hát belső okokból persze, mert nem kapni egy hosszantartó polgárháború.
Mi biztosan tudtuk, hogy a szocialista hívei többségben vannak az országban, és hogy az mivel végződne, hát vérezett, nem amiket. És még volt egy más okunk is, ön a nemzetközi helyzetről szólt hozzá az első kérdésében. Hát most már lassan bizonyos dolgok kiderülnek, hogy annak idején megfontolás tárgyává tették vezető nyugati hatalmak, hogy erővel beavatkozzanak a magyarországi események. És én mostanában is hallottam, nem akárkitől, aki azt mondta, hogy hiba volt akkor nem beavatkozni magyarországi események. Hát persze ez is csak történet, ezt mindenki tudja, más miatt mondta ő ezt. Hát kérem, a között is kellett választani. Én, mint meggyőződésem szerint, hát világnézetem szerint kommunista ember, szocializmus híve, de talán úgy is mondhatnám, hogy emberi érzésből azt mondom, hogy nem kívánom se a szovjet népnek, se az amerikai népnek, se az emberiségnek, hogy valaha a két ország fegyveres erői ütközzenek. De hát már annyi részrehajlítást engedjenek meg nekem 56, mint magyarnak. Hát a legkevésbé azt kívántam, hogy Budapesten vagy Magyarországon kerüljenek összeütközés. És ezeket egy gyorsan csinálni. Engedje meg, hogy megköszönjem, hogy kis bizalmat és erőt oltott belénk, és hadd kívánjak Kádár elvtársnak nagyon kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt. Nagyon szépen köszönöm, hát önnek is minden jót kívánok, szóval jó kívánságot szépen viszontom önnek, és megmondom a kollégáinak is, a sajtómunkatársainak, amiért mindig tévét, rádiót nyomtatott sajtót is értek, mert az önök munka is nagyon felelős és nagyon fontos. És nagy érdekünk fűszedéke az, hogy ezt eredménnyel végezzék a jó ügy javára. És ha már így adódott, hogy ide kerültem erre a helyre, engedjék meg, hogy élve az alkalommal én is minden jót kívánok a televízió nézőinek és a rádió hallgatóinak a magam részéről. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kedves nézőink, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára nyilatkozott a televíziónak és a rádiónak. Ezt az interjút közvetítettük most.